Szépek az új anyagaink. Ez, amit ugye egy séfmarket óriási tud beletenni az anyagok minőségébe, a sok mindenbe, egy borfesztivál stand megfinanszírozásában, ahogy voltunk most, óriási siker volt. Én sosem állítottam ki egy borfesztivál, már budavári borfesztiválról beszélek, a borfesztiválról szoktuk mondani. A Mitiszol stand, hát ez egy stadion úgy meg volt világítva. Most stadion, most nem biztos, hogy politikailag kell érteni, hogy az jó-e vagy nem. Hát a natur bor kategória az egy kicsi halmaz a borok halmazában belül. Ugye a natur bor az csak arról szól, hogy minél ugye natúrabban, szó szerint, vigyük végig a palackig azt a bort, amit elkészítettünk, az egyes utáni állapotát, mondjuk így, minél jobban vigyük tovább a palacba. Ugye ez azt jelenti, hogy nem derítünk, nem szűrünk, lehetőség szerint minél kevesebb ként adunk hozzá, vagy nem is adunk hozzá ként, de a naturborokban is azért 40-50 mg összkénig el szokták engedni, hogy ez a naturbornak minősül. Ugye az organikus, vagy biónak is mondhatjuk, az, vagy ugye van a biodinamikus, egy picit más, mint a bió, két fontos különbségben. Azok egy termesztési filozófia, tehát arról szól, hogy vegyszermentes gazdálkodásban termeljük a szőlőt, igyekszünk felszívódó vegyszerek, gyomírtószerek nélkül úgy szőlőt termelni, hogy az minőségben és gazdaságosságban is nem utolsó sorban működjön, és utána igyekszünk a borászatban is minél kevésbé belenyúlni a borkészítésbe. Van, aki mondjuk így inkább már dogmatikusnak érzem azt, hogy akkor ő semmilyen könyvnek azok semmit nem tesz bele. Számomra ez pont olyan, mint amikor mindent használunk, nem? Az is egy dogma. Tehát egy bor majd elmondja nekem, mint vagy készítőjének, hogy mire van szüksége. Szokták mondani, hogy most divatos a naturbor, vagy divatos az organikusból. Én azt gondolom, hogy ez nem divat. Az organikus, tehát a vegyszermentes táplálkozás, a vegyszermentes alapanyagokból származó élelmiszerfogyasztás, a bor is élelmiszer, ugyanúgy figyeljünk rá, mint a paradicsomra vagy a csirkehúsra, hiszen abból épülnek fel a sejtjeink, azt esszük, isszuk. Ez szerintem az idő előhatáv, hogy az világban egyértelmű boom van ebben. Óriási. Én azt gondolom, hogy ez Magyarországon is működik, különböző korcsoportokban, különböző képpen. Én apámnak már nem fogom sem megmagyarázni, hogy amit eszem, az nem biztos, hogy úgy jó, mert ő így élt egész életében, de a fiatalabb generációk már akár az iskolában is halljanak erről, a fenntarthatóságról, a klímaváltozásról, stb. És ezek még benne vannak ebben a dologban jobban, és amikor elkezdenek már fogyasztó felnőttek lenni, akkor erre jobban figyelnek. Mi kerül bele a szervezetünkbe, az nagyon fontos, hogy az minél egészségesebb, minél tápanyagdúsabb, itt is fontos, hogy a nagyipari élmiszer tápanyagdúsban, vitaminban, stb. Is sokkal szegényebb, még ha szépen néz ki, jó íze is van, de a hasznosulása sokkal kevésbé jó, mint egy vegyszermentes gazdálkodásból származó élmiszernek. Ennyi gondolatom erről. Saját magunk érdekében tegyük ezt. És ne divatnak fogunk fáradni, hanem egy hosszú távú tendencia. Az vagy, amit megiszol. Erre figyeljünk.